Megalakult a megyei közgyűlés, Sesták Oszkár lett a testület régi új elnöke. Mészkonferencia, az előadások mellett mészkóstolással, látványfedelezéssel és pergetéssel várták az érdeklődőket Nyíregyházán. Egyházi és világi témák, Bakta Lórántházán tartotta legutóbbi konferenciáját a KDNP protestáns műhelye. Újra Sesták Oszkár lett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke, a Kölcsey televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. A 25 tagot számláló közgyűlésben 18 mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP, 3-at a Jobbik és a Momentum közösen, 2-t az MSZP, 1 tagot delegálhat a DK, valamint szintén 1 tagot az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felemelkedésért egyesület. A következő 5 évben nem 2, hanem 3 alelnöke lesz a testületnek. Az új társadalmi megbízatású alelnöki posztot Kerekes Miklós tölti be. A testület korelnöke, Farkas László vezette a hétfői közgyűlés első szakaszát, mielőtt a testület tagjai megválasztották a régi új elnököt, Sesták Oszkárt, 22 igen és 2 nem szavazattal. Ezzel így negyedik ciklusát kezdi az elnök, aki 2008-tól vezeti a testületet. Hétfőn reggel értékelték az önkormányzati választásokat is. A választópolgárok 54,8%-a szavazott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, így több mint 195 ezer voksot adtak le a térségben élők. Ez jobb az országos 48,58%-os részvételi aránynál, valamint a megyénkben élők támogatták legnagyobb arányban a Fidesz-KDNP pártszövetségét az önkormányzati választásokon. Sesták Oszkár a közgyűlés következő évi feladatairól is beszámolt. A területfejlesztésből adódó feladatainknak változatlanul eleget tudjunk tenni. Ez az ebben a 7 éves ciklusban ment Európai Uniós fejlesztési ciklusban ez a területi operatív programnak a kezelését jelentette. Azt gondolom, hogy a tervezési folyamatban változatlanul lesz olyan program, amely ennek a programnak az analógiájára épül. Tehát lesznek olyan területfejlesztési feladataink, amivel elsősorban uniós fejlesztési programokat fogunk koordinálni, erről döntést hozni, és a projektmenedzsmenten is részt venni. Erre készülünk, ezt jól megtanulták a kollégáink, a közgyűlés is. Alapvetően jól is végeztük a munkát, tehát ezt a következő 7 éves fejlesztési ciklusban is végezni fogjuk. Ugye most a tervezési folyamatnál tartunk, elkezdődött a következő 7 évnek a tervezése. A következő 5 évben nem 2, hanem 3 alelnöke lesz a testületnek. Baracsi Endre közgyűlésen belüli főállású alelnök, valamint Szabó István közgyűlésen kívüli főállású alelnök marad a következő 5 évre is. Az új társadalmi megbízatású alelnöki posztot pedig Kerekes Miklós tölti be. A 25 tagot számláló közgyűlésben 18 mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP, 3-at a Jobbik és a Momentum pártszövetsége, 2-t az MSZP, 1 tagot delegálhat a DK, valamint szintén 1 tagot az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felemelkedéséért egyesület. A Európai Uniós választás után, ahol a megyében egy kicsit alul szerepeltünk, ez az eredmény szerintem javuló tendenciát mutat. Én bízok benne, hogy értékelték a választók az MSZP frakció munkáját az elmúlt 5 évben is, ezért nagyobb arányba szavaztak rá, mint az uniós választáson. Továbbra is mi ketten a megyét fogjuk képviselni, ahogy eddig is, olyan témákba fogunk felszólni, és olyan témákat fogunk erőtetni, ami a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei embereknek fontos, a megélhetéshez fontos, a mindennapjaihoz, és a megyét kívánjuk a megyénbe élő embereket képviselni továbbra is, ahogy tettük eddig is. A frakció alakításához legalább 5 képviselő szükséges párton belül, így a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlésben csak a Fidesz-KDNP-nek lehet képviselőcsoportja. A többi képviselőnek is lehetősége van külön frakciót létrehozni más párt tagjával, de az általunk megkérdezett képviselők erről egyelőre nem kívántak nyilatkozni. Véleményem szerint az egyéni teljesítmény sokkal többet számít egy megyei közgyűlési mandátumban, mint egy frakció alapítás. Hanem az is beszédes, hogy a Fidesz-KDNP nem csupán ebben módosította a szervezet és működési szabályzatot, hanem megszüntette nemes egyszerűséggel a napirend előtti felszólalások lehetőségét, tehát kvázi nem jöhet be csak olyan téma a megyei közgyűlésbe, amit a Fidesz-KDNP által jóváhagyott megyei közgyűlés elnöke szignál.
Erre azért volt szükség, mert nagyon sok időt elvett a közgyűlés munkájából a napirend előtti felszólalás lehetősége. Így a következő ciklusban a tagoknak a napirendi pontok után a bejelentések és interpellációk ideje alatt lesz lehetőségük más témában hozzászólni a testület munkájához, tette hozzá Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke. Mézkóstolással, látványfedelezéssel és pergetéssel első alkalommal rendeztek mézkonferenciát Nyíregyházán. Az előadások között szó volt az apiterápiáról, a különböző méhészeti termékekről és felhasználási módjukról, valamint a szántóföldi biogazdálkodásról is. A cél a mézfogyasztás növelése volt. Idehaza ugyanis nagyon alacsonyak a mutatók. Mézek üvegben és a jól ismert medve formájú műanyag dobozban. Minden erről a finomságról szólt hétvégén a Móricz Zsigmond könyvtárban. A kétnapos nyírségi termelői méz konferenciára méhészek mellett fogyasztókat és más érdeklődőket vártak, akik különböző témákban hallgathattak meg előadásokat. Propolis, pempő, virágpor közvetlen felhasználási módját ismerteti egy apiterápiás egyesület elnöke, a dr. Körmendi Rácz János. Utána a következő előadásunk kimondottan a biogazdálkodás, vagy a szántóföldi biogazdálkodásról a dr. Szabó Béla tartana nekünk egy előadást, az lesz a következő. Mai nap utolsó előadása Erdélyi Tibor méhészmester vagy méhészmérnök tartaná. Ő mindenféle méhészeti terméket termel és közvetlenül értékesít a fogyasztók felé. Maga a fogyasztók visszajelzései, maga a termelési technológia, amire felhívná a figyelmet, és ezeknek a felhasználási módjáról számolna be. Előbb egy kis kézi eszközzel fedelezik, majd egy látványpergetőben gyors tekeréssel pergetik a mézet a gyerekek. Az eseményen bárki kipróbálhatta a méhészek munkáját. Emellett ingyenes mézkóstolásra és a kapterba való betekintésre is lehetőség volt a két nap során. A konferenciának is célja ugye a mézfogyasztás népszerűsítése, illetve hogy felhívja a figyelmet a mézfogyasztásának jótékony hatásaira, hogy az emberi szervezetnek mennyire szüksége van magára a mézre, ez egy életerő egészség, mondhatjuk úgy. A méz kifejezetten magas vitamintartalmának köszönhetően ajánlott napi fogyasztásra is, illetve szeretnénk növelni az átlag mézfogyasztást, ugye Magyarországon ez elég alacsony. Ez fejenként mindössze 60-80 dekagram évente, és bár pár éve még csak 30-40 deka volt, a cél, hogy a fogyasztást tovább növeljék. Idén egyébként jelentősen nem változnak a mézárak, legfeljebb az őstermelőknél piacokon lehet drágulást tapasztalni. 2019 elég szomorú év a méhészeknek, a sokak megélhetését biztosító akácvirágzása idején ugyanis két hétig esett, így nem sok akácméz termett. A gyenge közepes terméshez ráadásul rossz méz felvásárlási ár is társul. Noha az ágazatot közvetett támogatási forrás segíti, a problémákra önmagában ez nem jelent gyógyírt. Egyértelmű a megoldás az lenne, hogy a hazai mézfogyasztás drasztikusan nőjön, nagyon el vagyunk maradva. A másik megoldás pedig, hogy a nemzetközi mézpiacokon sportszerű verseny legyen, azaz az Unió kezdje már el végre a harmadik országokbeli mézek minőség ellenőrzését, kezdje el a mézek nyomon követését, hiszen, mint említettem, azért sportszerű lenne a verseny, mert nem természetes mézekről beszélünk a harmadik országbeli import esetén. A mézfogyasztást ösztönzi a napokban elindult és december elejéig tartó Legyen minden nap mézes nap nevű kampány, az ennek keretében tartandó mézfesztiválok, valamint a november 15-i mézes reggelik is, amelyekhez számos iskola csatlakozott. A gyerekeket rajzpályázattal is megcélozták, amelyet három korosztályban hirdettek meg, a méhek, a méz és az egészség témakörében. A pályázó 29 fiatal rajzaira a konferencia idején is lehetett szavazni. Tovább romlik a levegő minősége a következő napokban. A PM10 elnevezésű szállópor koncentrációjának napi átlaga helyenként az egészségügyi határérték felett valószínű. Továbbá egyes időszakokban a tájékoztatási határértéket is elérheti. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal, Nyíregyházi járási hivatal, környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályának ügyelete tájékoztatása szerint Nyíregyházán a szállópor légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke egymás követő három napon meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket.
Halálos motoros baleset történt szombat délelőtt Nyíregyháza Kemecsei útján. A motoros Kemecse felé közlekedett, és az előtte álló autókat kerülte ki, amikor elvesztette az uralmát járműve felett. Átsodródott a szemközti sávba, ahol összeütközött a vele szembe jövő autóval, és felborult. A 24 éves vasmegyeri férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a közúti közlekedésben az egyik legveszélyesebb manőver az előzés. Ennek megfelelően kizárólag fokozott körültekintés követően lehet biztonságosan végrehajtani. Meg kell győződni arról, hogy az út és az adott útszakasz alkalmas-e a végrehajtásához. A manőverhez szükséges távolságnak beláthatónak kell lennie, és az útszélességnek is elegendőnek az oldaltávolság tartásához. A protestánsok és katolikusok egymás ellen és egymásért folytatott küzdelme, valamint a tokai fesztiválkatlan programja is a témák között szerepelt a KDNP protestáns műhelyének hétvégi Bakta Lóránt házi konferenciáján. A közösség eseményeit nem csak a párt tagjai és egyházi szereplők, hanem más hívők és érdeklődők is látogatják. 26 éve alakult meg a KDNP protestáns műhelye, amely évente 6-8 helyen ülésezik. Legfontosabb célkitűzése a teremtett világ védelme, és hogy felemelje szavát a keresztyénüldözés ellen. Elsősorban persze ez egy közösség is, tehát egy olyan aktív közösség, amely a protestáns tagjait tömöríti elsősorban a KDNP-nek. A KDNP-ről azt szokták mondani, hogy katolikus párt hagyományai alapján, hogy főleg a katolikus irányt képviseli. Ez ékes bizonyíték annak, hogy nem pusztán csak katolikus, hanem vannak elkötelezett protestáns tagjai is a KDNP-nek, és hát örömmel üdvözöljük most őket itt Bakta Lóránt házán a megyében. A szellemi műhely már korábban is többször tartotta rendezvényét a térségben. A szombatinak a Bakta Lóránt házi művelődési központ adott helyet. Az adta az apropóját, hogy a régió igazgató, a protestáns műhely országos régió igazgatója, Botos Attilóra KDNP elnöke, Bakta Lóránt házi elnöke, és igazából ő volt ennek a rendezvénynek a főszervezője. Természetesen az önkormányzatunk, a városunk, mint nemzeti keresztény konzervatív értékeket képviselő város, partner volt ez, és társrendező. Ezeken az eseményeken eszmét cserélnek, vitatkoznak, és a jövő esélyeit latolgatják a résztvevők, akik az elsősorban a KDNP tagjai, lelkészek és papok mellett világi hívők és érdeklődők alkotnak. A témák nem feltétlenül kötődnek a valláshoz. A hétvégi rendezvényen is szó volt például a tokai fesztiválkatlan kulturális és gasztronómiai programjairól. Emellett persze az egyházi tartalmaké volt a főszerep. Kitaláltunk egy címet, hogy mind a katolikusoknak, mind a reformprotestánsoknak. Ez egy olyan általános műveltségbe is dolgot, és mivel ökumeni szelleme van már, hál' Istennek, 2019-ben, ezelőtt pár évtizeddel ez nem ment, mert a két felekezet papjai 4-5 évtizeddel ezelőtt még nem is nagyon kommunikáltak egymással, és egy olyan címet találtunk ki tanárúrral, ugye főképpen ő, ami nagyon érdekes, protestánsok és katolikusok egymás ellen és egymásért folytatott küzdelme a magyar történelemben. A KDNP protestáns műhely tagjainak 30-40%-a egyébként katolikus, az elsősorban református és evangélikus hívők mellett. Krudi Gyula nagymamája rendkívül művelt asszony volt, álomfejtéssel és tenyérjóslással is foglalkozott. Többek között erről is olvashatnak a József András Múzeum látogatói a pénteken nyílt az Álomvilága című kamara kiállításon. Az időszaki tárlat december elejéig látható. A halottak nem álomnak, mert hiszen ők már mindent tudnak. Krudi Gyula álmos könyvének előszavaival nyitották meg a József András Múzeum soron következő kiállítását. Az Álomvilága című időszaki kamara kiállítás a Krudi napokhoz kapcsolódva annak keretében nyílt meg péntek délután. A tárlat alaptémája a nyíregyházi születésű író álmos könyve volt. Az álmos könyv kapcsán egy kicsit tovább gondoltuk a témát, és a misztikumához hozzátartozott, úgy gondoltuk, olyan, mint a kártyajóslás, a hipnózis, ami félig álom, félig ébren létszerű állapot, és úgy gondoltuk, ez a három, ez egy nagyon kerek kis kamarakiáltást tud kiadni.
Az eredeti jóskártyák mellett Krúdi Álmos könyvéből részletek, az író álomfejtő nagymamájának története és egy megyénkhez köthető halálos kimenetelű hipnózis története is olvasható a kiállításon. Salamonelláról van szó, Tuzséron lelte a halálát 1894-ben, mégpedig úgy, hogy őt hipnotizálták, és a hipnózist követően meghalt. És többet nem árulok el a történetről, elég fordulatos és izgalmas, érdemes belenézni a kiállításba. A Mundus Somniorum című kamara kiállítás december elejéig látogatható a József András Múzeumban. Megszerezte első idegenbeli bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának negyedik fordulójában lejátszott mérkőzésen 92-78-ra nyertek a budapesti Honvéd otthonában. A nyíregyháziak csütörtökön a MEAFC Miskolc csapatát fogadják a Continental Arénában. A Veszprém elleni hazai sikert követően azzal a céllal utazott a Honvédhoz a Nyíregyháza, hogy idegenben is megszerezze első győzelmét a bajnokságban. Az első negyed 2 ponttal a vendégeké lett, a második 10 percben azonban fordítottak a fővárosiak, így 4 pontos Honvéd előnynél mehettek a nagyszünetre a csapatok. A harmadik játék részben fokozatosan átvették az irányítást a cápák, és bár a hazaiak mindent megpróbáltak, a záró 10 perc előtt már 7 pont volt a vendégek előnye. Az utolsó negyedben is nagy harc folyt a pályán, végül azonban az egyaránt 24 pontig jutó Tóth Gergely és Brighton Hobbs által vezérelt Nyíregyháza 14 ponttal megnyerte a mérkőzést. Egy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, legfőképp azért, mert 2 idegenbeli mérkőzést elveszítettünk már a bajnokságban, és azért lelkileg is túl kellett ezen jutni. Úgy gondolom, hogy a Veszprém elleni hazai siker azért mindenképp segített ebben, hogy ez könnyebben meglegyen a srácoknak, de az első fél időben mi mindig nem úgy kosárlabdáztunk, ahogyan kellett volna. Bár azért ebben közre játszott a Honvédnak az a kellemetlen stílusa is, ami sokkal agresszívebb, mint a megszokott, talán néha a falhatárt is átlépi, de az első fél idő ennek tükrében el is ment, a második fél időben viszont szépen koncentrált a csapat, és azt hiszem, hogy egyértelművé tettük, hogy ki a mérkőzésnek az esélyes és a győztese. Mint Sitko Ernő elmondta, a nyíregyháziak játék a mérkőzés egyes szakaszaiban már olyan volt, amilyet mindig látni szeretne a pályán. Több mindennek tudok örülni. Az egyik az, hogy győztünk természetesen, a másik az, hogy még mindig nagyon sok lehetőség van a csapatban. Kezd hasonlítani, de most volt először olyan, hogy végre olyan szituációkat megoldottunk, amikre számítanék meg, amit várnék majd a bajnokság során is. Tóth Geri például kívülről volt veszélyes, hiszen a Brighton Hobbs a palánk alatt használta azt az előnyét, amit hirtelen a mérkőzésen észrevett, és ami adódott. Azt szeretném, hogy a bajnokság további részében is az ilyen mérkőzésen fölismert előnyöket tudjuk kihasználni, és tudjuk hatékonyan kihasználni. Szerintem az volt a második félidőnek a kulcsa, hogy ezt meg tudtuk oldani, és azt a játékot tudtuk játszani, ami nekünk volt előnyös. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a Budafok vezeti 5 mérkőzésen elért 4 győzelmével, majd 5 csapat következik 3-1-es mutatóval. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks 2 győzelemmel és 2 vereséggel a 7. helyen várja a folytatást. A kék cápák csütörtökön 19 órai kezdettel a MEAFC Miskolc csapatát fogadják a Continental Arénában. Valamennyi mérkőzésen láthattak gólt a nézők a labdarúgó megyei első osztály 11. fordulójában. A legtöbb találat a 4-3-as vendégsikerrel végződő Tisza-Kanyár-Kemecset találkozón született. A Nyírgyulaj-Mándok meccsen pedig 1 gól döntött a hazaiak javára. 27 találat született a megyei első osztály 11. fordulójában. A Tisza-Kanyár-Mándok meccs után a vendégek örülhettek 4-3-as sikerüknek, az Újfehértó Kisvárda 2 mérkőzésen is a vendégek nyertek 4-2-re. A Nyírmegyes 3-0-ra múlta felül a Baktolórendházát, a Nyírgyulaj 1-0-ra verte a Mándokot, a Talpa pedig 2-1-re győzte a Vásáros Naményt. A Fehérgyarmat Ibrányból vitt el a 3 pontot 2-1-es győzelmével, a Balkánya Máté Szalkánál bizonyult jobbnak 2-0-ra, az egyetlen döntetlen pedig az 1-1-re végződő Nagyhalász Nagyecsed meccsen született. A tabella élén a 26 pontos Nagyhalász áll megelőzve a 24 pontos Nyírgyulajt, majd 3-21 pontos csapat, a Vásáros Namény, a Mándok és a Fehérgyarmat következik a sorban. A tabella végén a 9 pontos Nagyecsedet a 8 pontos Nyírmegyes követi, majd a 4 pontos Tisza-Kanyár zárja a táblázatot. A 12. forduló párosítása a következő: Tisza-Kanyár Nagyhalász, Kemecse Újfehértó, Baktalórendháza Balkány, Máté Szalka Tarpa, Vásáros Namény Nyírgyulaj, Kisvárda 2 Nyírmegyes, Mándok Ibrány és Fehérgyarmat Nagyecsed.
Kaposváron szerzett 3 pontot a kisvárdai futballcsapat. Az NB1 9. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek Lukász és Gosztonyi góljával 2-0-ra verték a hazaiakat. A tabellán 13 ponttal 5. helyen álló Kisvárda szombaton a 17 ponttal 4. Puskás Akadémiát fogadja. Most pedig híradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Megalakult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés, ismét Sesták Oszkár lett a testület elnöke. A 25 tagot számláló közgyűlésben 18 mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP, 3-at a Jobbik és a Momentum közösen, 2-t az MSZP, 1 tagot delegálhat a DK, valamint szintén 1 tagot az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felemelkedésért egyesület. A következő 5 évben nem 2, hanem 3 alelnöke lesz a testületnek. Mézkóstolással, látványfedelezéssel és pergetéssel első alkalommal rendeztek mézkonferenciát Nyíregyházán a Móricz Zsigmond könyvtárban. Az előadások között szó volt az apiterápiáról, a különböző méhészeti termékekről és felhasználási módjukról, valamint a szántóföldi biogazdálkodásról is. A cél a mézfogyasztás növelése volt. Idehaza ugyanis nagyon alacsonyak a mutatók. A protestánsok és katolikusok egymás ellen és egymásért folytatott küzdelme, valamint a tokai fesztivál katlan programjai és témák között szerepelt a KDNP protestáns műhelyének hétvégi Bakta Lóránt házi konferenciáján. A közösség legfontosabb célkitűzése a teremtett világ védelme, és hogy felemelje szabát a keresztény üldözés ellen. Eseményeit nem csak a párt tagjai és egyházi szereplők, hanem más hívők és érdeklődők is látogatják. Örök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 21-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is visszanézhetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Kedreggelig kevés fátyol felhő várható, éjszaka párássá válik a levegő, foltokban köd képződik, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 Celsius fok körül alakul. Kedden napos idő várható kevés fátyol felhővel, a pára és ködfoltok gyorsan megszűnnek, csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul. Érdemi változás nem várható időjárásunkban a következő napokban sem. A reggeli párás ködös időt, általában gyengén felhős napos idő követi. Továbbra is marad az enyhe kora őszi idő, csupán a tartósan ködös tájakon marad 20 fok alatt a csúcserték.